A bácskertesi Schilling Máriáról már gyermekkorában kiderült, hogy vonzódik a képzőművészet iránt, igazán azonban csak a 80-as években köteleződött el a festészet mellett, amikor részt vett egy Szentendrén rendezett képzőművészeti tanfolyamon. A férjem az Ésben talált egy felhívást, hogy lehet menni egy ilyen képzőművészeti táborba, Magyarország Szentendrére, és hát akkor beiratott engem, anélkül, hogy tudtam volna, és sikerült is eljutni oda. Hát és ott ezek a legmodernebb festők, akik valamilyen avantgárd festék, akik foglalkoztak velünk, ugye? Még hát már, aki elmegy Szentendrére, az tudja, hogy ott mi mindent lehet látni, már maga a környezet is megihleti az embert. Ezek a festők például Felugosi László, Szirtes János, és Birkás Ákos voltak. Mária művészetében megkülönböztethetünk nonfiguratív, majd esernyős korszakot, mely után tájképek és vadvirágokat ábrázoló alkotások következnek. A most megnyílt tárlaton angyalokat bemutató vallásos képeket láthatunk. Az angyal téma otthonról is bennem volt gyerekkorban, a karácsonyfára készített papírangyalok. Indult például, és amikor a karácsonykor elmentünk a Betlehemet megnézni, ott is a betlehemi jász, ugye az angyalok és egyéb ilyen tárgyak voltak, és ez bennem volt végig az életemben, mert egy katolikus családból származom, és hát minden ünnepén és minden vasárnap el kellett menni a templomba. A Schilling Mária pasztelképeit bemutató tárlat a 76-ban alakult Zombori Képzőművészeti Csoport főutcai kisgalériájában tekinthető meg július végéig, minden nap délután 17 és 19 óra között.